Köszöntöm a nézőket, mint ismeretes, még az elmúlt év végén megérkeztek a koronavírus elleni vakcinák Magyarországra, Székesfehérvárra. Első körben az egészségügyi dolgozóknak kezdték el beadni. A köztérben ezzel a témával várjuk Önöket, maradjanak velünk! Nyilvánossá vált a magyarországi oltási rend. A Nemzeti Népegészségügyi Központ feltöltötte az oldalára a koronavírus elleni oltási tervét. Az egészségügyi dolgozók oltása már megkezdődött, és amint lesz nagy mennyiségű vakcina az országban, elindulhat a tömeges oltás. Van egy oltási tervünk. Az oltási terv az arról szól, hogy ha nincs mindenki számára elegendő vakcina, akkor melyik csoportok milyen ütemezésben kapják meg az oltást. Ezért kapják most az orvosok meg az egészségügyben dolgozó ápolók, különösen az intenzív osztályon dolgozók, aztán a többi egészségügyi dolgozó is, mert ők vannak az első helyen. És ezért az oltásnak a technikai kivitelezése is ehhez a mennyiséghez igazodik. 35 ezer ember beoltására alkalmas vakcinánk van. Ezeket ki tudjuk helyezni, le tudjuk oltani 21 néhány kórházakban megjelölt oltási ponton. De ha mondjuk holnap reggel megérkezne mondjuk több millió vakcina, akkor van egy tervünk arra nézve, hogy hol fogjuk kijelölni azokat az oltási pontokat, ahol tömegesen és gyorsan le tudunk oltani mindenkit, legalább olyan jól, de lehet, hogy jobban is, mint az izraeliek. Tömeges beoltásnak az akadálya az nem a magyar technikai kapacitásnak a korlátozottsága. Magyarországon 11 néhány ezer olyan számítógépes végpontunk van, ahol az emberek részt szoktak venni a választáson. Ha nagyon nagy tömegű vakcina érkezik, akkor, és egyszerre kell sok ember beoltani, akkor nem csak az egészségügyi intézményekben, hanem azokon kívül is berendezünk oltási helyszíneket, ott, ahol egyébként ezek a számítógépes végpontok megvannak, ez 11 néhány ezer, oda kellene önnek akkor menni, ahol egyébként szavazni szokott. De sajnos ez a veszély egyelőre nem fenyeget, hogy ez a rendszert élesbe is kipróbáljuk, mert nem érkezik egyszerre mostani tudásunk szerint több millió vakcina. Ugye a nyugatról érkező vakcinákat azt az Európai Unió intézi, ott azt a megállapodást kötöttük egymással, a 27 tagállam, hogy nem külön-külön szerződünk a gyógyszercégekkel, majd a történelem eldönti, hogy ez helyes döntés volt-e vagy sem, hanem egyben szerződünk, egyben rendelünk meg, és Brüsszel utána szétosztja lehetőleg igazságosan a tagállamok között a vakcina adagokat. Nem vagyok elégedett a tempóval, mert vannak olyan gyártók, amelynek a termékei hamarabb voltak elérhetők Kanadában, Nagy-Britániában, meg Izraelben, mint például az Európai Unióban. De mindegy, ez a brüsszeliekre tartozik, ezt ők intézik. Mi a keleti relációt, kapcsolatrendszert intézünk, mert Brüsszel azzal nem foglalkozik, azonban az embernek két lába van, nem egy. Ezért jobb, ha két lábon áll, tehát a nyugati mellett mi nézzük a keleti fejlesztésű vakcinákat és gyógyszereket, orvosságokat is. Ugye azt tudjuk, hogy az orosz vakcina az jó, de nincs belőle elég, és valószínűleg nem is nagyon lesz, mert ott gyártási kapacitási korlátozások vannak, vagy korlátok vannak. Ezzel szemben a kínai vakcina az ígéretesebb, úgy tűnik, hogy abból hamarabb és nagyobb mennyiségben lehet elérni. Ideális esetben az történik majd, hogy ön választhat, hogy a nyugati világból érkező vakcinával, vagy kínai vakcinával kívánja magát beoltatni, de még a kínai vakcina sem érhető el. Most éppen kint vannak a fürkészek, vagy a ilyen gyógyszerészeti ellenőrző csapatok, személyeink Pekingben, és ott ellenőrzik azokat a laboratóriumokat, ahol ezt a kínai vakcinát előállítják, és utána a magyar hatóságnak kell a végső döntést meghoznia. Így állunk most a vakcinafront. Mi is küldtünk ki ilyen ügynökféléket, akik azt szagolgatják, azt próbálják földeríteni, valami nyelvet fogni, hogy lehetne esetleg az európai kvótán fölül kötni valamilyen kétoldalú üzleti megállapodást egy-egy gyógyszergyártó, vakcinagyártó céggel. Eddig nem jártunk sikerre, de látom, hogy van itt egy ilyen kerülő útvonal is. Ez nem tartozik a megállapodáshoz egyébként, tehát ha a németek ezt csinálják, akkor nem szegik meg a megállapodást, mert a megállapodás arról szólt, hogy bizonyos mennyiséget közösen rendelünk meg, de azt sosem mondtuk, hogy egyébként senki nem tárgyal külön. Erre van lehetőség, de csak azon a kvótán felül, amelyet a 27 állam lekötött. Annak van elsőbsége.
A tömeges oltása már meglévő több mint 10 000 választási helyszínen történhetne meg, az állampolgároknak tehát oda kellene menniük, ahol szavazni szoktak. A nyugatról érkező vakcinákat az Európai Unió osztja szét, jelenleg 2 oltóanyag rendelkezik engedéllyel, az egyik a Pfizer fejlesztése, a másik pedig az Oxfordi Egyetem által kifejlesztett AstraZeneca elnevezésű oltóanyag. Emellett a tagállamoknak lehetőségük van arra, hogy az uniós kvótán felül is rendeljenek oltóanyagot, Magyarország is próbálkozik ezzel hasonlóan Németországhoz. Mihelyt lesz nagyobb mennyiségű oltóanyag, megkezdődhet a tömeges oltás. A közzétett oltási terv alapján először az egészségügyi dolgozók, a szociális ellátásban dolgozók és szociális ellátásban részesülő személyek, majd a COVID-19 fertőzés szempontjából kockázati csoportba tartozó 60 évesnél idősebbek kapják meg az oltást. Az oltási sor végén azok a 18 és 59 év közötti személyek vannak, akik nem tartoznak a kockázati csoportokba. Az oltás fontosságáról Müller Cecília országos tisztifőorvos beszélt az operatív törzs tájékoztatóin. A védőoltásoknak a megérkezésével és azok beadásának megkezdésével egy nagyon nagy lehetőség áll most előttünk. Látjuk azt, hogy kórházainkban még mindig 5667 beteget ápolnak, és sajnos még 400-an vannak lélegeztetőgépen. Nagyon fontos, hogy felismerjük a védőoltásoknak a fontosságát, hiszen ezzel nem csak az egyéni védelmünket tudjuk szolgálni, megvédeni magunkat a fertőződéstől, illetve a súlyos szövődményektől, netán a halálos kimenetelű betegségtől, hanem tudjuk védeni a közvetlen környezetünket is, és a közösséget is, és így az egészségügyi személyzetet is tulajdonképpen azzal, hogy kevesebb terhelés hárul a kórházban dolgozókra. Kijelöltük az oltópontokat, a mai naptól már 25 oltóponton zajlik a védőoltások beadása. Egyelőre az oltási tervünk szerint az egészségügyi dolgozók részesülhetnek védőoltásban. Már közel 12 000 egészségügyi dolgozó megkapta az első védőoltását. Azon kívül, hogy 25 oltóponton oltunk, és ide lehet bejelentkezni, megtalálják az elérhetőségeket a koronavírus.gov.hu oldalon, és a Nemzeti Népegészségügyi Központnak a honlapján is, tehát e-mail címet és telefonszámot is találnak ezeken az oldalakon, és biztatom azokat az egészségügyi dolgozókat, akik még nem jelentkeztek védőoltásra, hogy ezt minél nagyobb számban tegyék meg. Az első körben, mint önök előtt is ismert, a közvetlenül sürgősségi, illetve intenzív ellátásban résztvevő egészségügyi dolgozókat részesítettük védőoltásban. Jelenleg a fekvőbeteg intézmények dolgozóinak a védőoltása zajlik. Egészségügyi és egészségügyben dolgozók egyaránt jelentkezhetnek az oltásra. A mai napon pedig azokba az intézményekbe is kiszállítjuk az oltóanyagot, ahonnan korábban jelentkeztek védőoltásra az egészségügyi dolgozók, és még nem kapták meg a védőoltást, hogy ne kelljen még az oltópontig sem bemenniük, ezért helybe visszük az oltóanyagot, és ott a munkahelyükön végre tudják hajtani az oltakozást. Ez egy további elérhetőség könnyítése részünkről. Arra biztatom az többi szférát, tehát most már a járóbeteg szakellátókat, az alapellátásban dolgozókat, mentőszolgálat munkatársait, népegészségügyi szakemberek, védőnők, fogorvosok, házi orvosok, és bárki, aki egészségügyi dolgozó, illetve egészségügyben dolgozó, beleértve természetesen a gyógyszerészeket is, hogy jelentkezzenek az elérhető címeken, illetve telefonszámokon, foglaljanak maguknak időpontot a védőoltás beadására. Nagyon fontos az,
hogy minél nagyobb számban oltakozzunk. Természetesen a magas kockázatúak a legelőször, hiszen ők azok, akik segítenek azokon a betegeken, segítenek rajtunk, hogyha rászorulunk. Nekik nagyon fontos, hogy megtartsák az egészségüket. Nyilvánvalóan ugyanilyen fontos mindenki más számára, de ezt a sorrendiséget minden ország másképpen határozza meg, egy kicsit eltérő módon. Magyarországon az operatív törzs meghozta a döntését, és sorban, illetve dinamikus sorrendben fogjuk biztosítani az oltási lehetőséget. Ezt azért mondom, mert természetesen, hogyha látjuk azt, hogy egy-egy csoportnak az igényét már kielégítettük, akkor rá fogjuk fűzni a következő csoportnak az oltakozási lehetőségét is, hiszen az a cél, hogy minél rövidebb idő alatt, minél nagyobb számban részesüljön a lakosság védőoltásban. Szeretnénk elérni azt, hogy egy széleskörű védettség alakuljon ki az országban. A holnapi napon újabb oltóanyag szállítmány érkezik az országba, mintegy 39 ezer fő oltására elegendő oltóanyag érkezik ismételten. Úgyhogy a vakcina érkezésének megfelelően fogjuk végrehajtani az oltási tervünket. Nyilvánvalóan és reményeim szerint elérkezünk addig az időpontig, amikor széles körben a teljes lakosság számára tudjuk biztosítani rövid időn belül ezt a lehetőséget. Addig is biztatok mindenkit arra, hogy továbbra is jelentkezzen a vakcinainfo.gov.hu felületen, illetve küldje vissza az oltakozási igényét postán, amennyiben levélben történt megszólítása. Nagyon fontos, hogy higgyünk a vakcina hatékonyságában, hiszen jól tudjuk azt, hogy ez fog minket most kivezetni a járványos megbetegedésből, és ez egy nagyon ígéretes további lépés a járvány kezelésében. Szeretném megköszönni mindazoknak, akik a védőoltásokat végrehajtják, hiszen december 26-a, karácsony másnapja óta zajlik ez a tevékenység, és az egészségügyi dolgozókat minden nap ezek az oltóhelyek oltják. Nagyon fontos az ő tevékenységük, és arra kérem önöket, akik az oltóhelyekre oltás felvétele céljából érkeznek, hogy szintén a honlapokra kihelyezett jelentkezési lapot töltsék ki otthon előre, ezzel is segítve az oltakozás tempóját, a gyorsaságot ezeken az oltóhelyeken. Minél gyorsabban, minél flottabbul zajlik a védőoltás beadása, annál többen tudnak oltakozni. December 30-án megérkezett Fehérvárra az első vakcina szállítmány a Fejér megyei Szent György Egyetemi Oktatókórházba, melyeket még aznap el is kezdtek beadni a kórház dolgozóinak. 19.500 vakcina érkezett, mely közel 1000 dolgozónak elég, mivel mindenkinek kétszer kell beadni az oltóanyagot. A mai nap 30 oltás kerül beadásra egészségügyi dolgozóknak, akik a kórház alkalmazottai, és a frontvonalban dolgoznak a koronavírus fertőzés ellátásában. Ugye 1950 vakcina érkezett, ha jól tudom. Mi a további menetrend? Hát kampányszerűen az elkövetkezendő napokban szeretnénk a rendelkezésre álló oltóanyag felét ugye beoltani, mert a másik felét 21 nap múlva az ismétlő oltás keretében kell majd beadni, ahhoz, hogy megfelelő védettséget biztosítson az oltóanyag. Milyen oltási reakció léphet fel, illetve mi a teendő, hogyha valami gigszer lép fel? Ez egy biztonságos oltóanyag, modern oltóanyag. Itt, mint minden oltásnál, amire figyelünk, az a szokásos protokoll. Az érkezés előtt, hogy minél jobban kizárjuk ezeket a szövődményeknek a lehetőségét, egy anamnesztikus adatfelvétel történik,
minimális fizikális vizsgálattal, és ezt követően történik az oltás. Tehát olyan esetben igyekszünk nem beadni oltást, ahol bármi probléma felmerülhet, és nagyon-nagyon elvétve fordulhat elő ugye anafilaxiás reakció, ami súlyos, ezen kívül csak egy lokális bőrpír, fejfájás, egy kis helyi reakció fordulhat elő. Ha pozitív, covidos vagyok, akkor be lehet egyáltalán adni a vakcinát? Egy bármilyen fertőző betegségben szenvedő betegnek nem javasoljuk általában az oltás beadását, tehát ezt mindenkinek természetesen, amikor ide érkezik, akkor kikérdezzük, megvizsgáljuk, tehát akinél ilyet tapasztalunk, azt nem soroljuk az oltandó kategóriába. Bucsi László, a kórház főigazgatója, a vakcinák érkezése után elmondta, hogy a frontvonalban dolgozókkal kezdték az oltást. Sárkány Ágnes, a központi anesteziológiai és intenzív betegellátó osztályvezető főorvosa volt az első, aki megkapta az oltást, és rajta kívül még 30 Covid-dal foglalkozó kolléga. A hétvégéig mintegy 1000 fő, azaz a kórház összes dolgozója részesült az oltásban. Több mint 40 éve vagyok a pályán. Nagyon sok olyan újítást láttam, olyan új dolgok bevezetésénél voltam jelen, ami megrázó volt, de ilyen érzés életemben nem volt még, amit most éltünk át. Főgyógyszerész asszonnyal együtt nyitottuk ki a dobozt, és az enyém biztosan, de szerintem az övé is egy olyan 10-20% a pulzusunk az megemelkedett. Csodálatos élmény. Mi történik most? Kiket oltanak be az első napon? Eldöntöttük azt, hogy nem veszítünk időt, azonnal kezdjük az oltást. A frontvonalban dolgozókkal kezdtük. Az első volt a központi aneszt intenzív vezetője, főorvosasszony, és utána a Covid-dal foglalkozó kollégáim jönnek, és holnap után, meg azután szeretnénk hétvégén leoltani az összes dolgozónkat, ami körülbelül 1000 fő. Mikor várható a következő adag vakcina? Ígéret szerint a negyedikei héten ugyanennyi adagot kapunk. Egyébként a most ide küldött anyagot megfeleztük, mert ennek a másik felét majd 21 nap múlva újra megkapják. Ugyanezek az oltottak, és kezdjük a negyedikei héten az alapellátással. A Dunaújvárosi Kórház, mivel nem oltóhely, a dunaújvárosi kollégák is ide fognak jönni. Azt követően mentősök és jön a lakosság. Minden hétre ígérik ezt az adagot. Ez valami egészen fantasztikus dolog, véleményem szerint. Hogyha már a lakosságot szóba hozta, azért előfordulnak olyan hangok, akik nem annyira hisznek egyáltalán a vakcinában. Nekik mit tud mondani? Nekem meggyőződésem, hogy ha ezzel az ütemmel haladunk, nyár elejére meg tudjuk, lehet, hogy már korábban is meg tudjuk állítani a világjárványt. Úgy tudom, hogy a Pfizer cég terítette az egész világon, és hogyha ez a járvány megáll, én biztos vagyok abban, hogy a fő inventor, aki egyébként magyar származású, lehet, hogy sokan nem tudják, és már úgy tudom, hogy Nobel-díjra is fölterjesztették, én biztos vagyok benne, hogy ezt meg fogják szavazni. Sokakban merülnek fel kérdések az elmúlt és várhatóan a következő hetekben is a koronavírus elleni oltással kapcsolatban, hogy mindenki minél több információhoz jusson a vakcinával kapcsolatban. Az egyik fehérvári már beoltott orvos oltási naplót indított közösségi oldalán, melyben összegzi tapasztalatait. Az immunológusként végzett orvos azt mondja, azért döntött az internetes napló létrehozása mellett, mert az oltással kapcsolatban nagy a bizonytalanság országszerte. Mint mondja, bejegyzéseiben igyekszik közérthetően és helyenként illusztrálni bemutatni az oltással kapcsolatos információkat. Azt tapasztalom, hogy igen nagy a bizonytalanság mind a lakosság, mind pedig az egészségügyi dolgozók körében is az oltással kapcsolatban. Én viszont minden nap tapasztalom azt, hogy a koronavírus fertőzés az nem játék, valamit most már csinálnunk kell, és hogyha nem kezdjük el oltani a népességet, akkor bizony ez a kulturális, szociális és egészségügyi járványhelyzet, ez itt marad a nyakunkon. Mik az első visszajelzések? Ugye most van a harmadik nap, két nap már a posztjával én is találkoztam. Eddig mik a visszajelzések? A visszajelzések jobbára pozitívak, nyilván lehet találkozni negatív visszajelzésekkel is. Azt gondolom, hogy ez természetes, és nincs az semmi baj. Pont erről szól ez a kampány, hogy minél több emberhez jusson el, minél több ember találkozzon az én érveimmel, amit én tudományos érveknek gondolok, vagy hát nyilván nem teljesen részletbe menő pontos immunológiai magyarázkodásba kezdek, hanem igyekszek egy kerek egész emésztető történetet
írni a saját esetemet, a saját példámat bemutatva, és hát remélem, hogy ezen keresztül az emberek megértik, hogy mi történik a szervezetben, és belátják, hogy ez nem egy ördögtől fakadó dolog az oltás, ahogy az eddigi oltások sem ördögtől valók voltak, hanem ez kell ahhoz, hogy együtt le tudjuk győzni a koronavírust. Jó, akkor az oltással kapcsolatban nagyon sok az olyan visszajelzés is, amit láttunk a közösségi oldalakon is, tehát nagyon sokan érdeklődnek. Mik a leggyakoribb kérdések? Számos olyan kérdés érkezik, hogy bizonyos betegcsoportok oldhatóak-e. Ennek egy részét talán könnyű megválaszolni, viszont vannak nagyon nehéz kérdések is, amire egyrészt nincsen még adat, másrészt pedig nincs szakmai konszenzus sem, vagy hát ez most alakul ki. Úgyhogy kérdéseken nagy részére nincsen ebben a pillanatban jó válasz. Nyilván gyűjteni kell az adatokat, figyelni kell. Nyilván a gyártó is, a vizsgálatokban résztvevő egészségügyi személyzet is frissíti az információkat, zajlik a megfigyelés, gyűlnek az adatok, és hát ennek birtokában lehet megválaszolni a közeljövőben ezeket a kérdéseket. Hát én remélem, hogy egyre szélesebb társadalom tömeget lehet beoltani az jelenleg elérhető, vagy most még kidolgozás, bevizsgálás alatt lévő jelenleg készülő oltásokkal, hiszen ne felejtsük el, hogy jó pár oltás vár ilyen-olyan engedélyre, hogy piacra léphessem. Jelenleg is praktizáló, folyamatosan dolgozó orvosnak az életében mennyire fér bele egy ilyen helyzetnek a lekezelése, hiszen tényleg az látható, hogy iszonyatos érdeklődés van a posztok iránt. Az egyik posztjával is írja, hogy nem egy influencer, kis türelmet kér mindenkitől. Hát bevallom becsülettel, hogy én nem vártam, hogy ekkora a reakció, ekkora érdeklődés fogja övezni az én kis naplómat. Úgyhogy nem készültem neki különösebben semmivel, és hát így itt az ünnepek alatti csendes magányomban, vagy hát családi magányunkban álltam neki ezt írogatni, és nem különítettem el külön időkeretet erre a munkára. Úgyhogy most némiképp el vagyok csúszva a kérdések megválaszolásával. Ez nem is nagyon fog menni ebben a formában, tehát nem fog tudni mindenkinek válaszolni. Igyekszem a kérdéseket, kommenteket, reakciókat olvasgatni, és ezt aztán a későbbi, tehát a napló későbbi pontjaiba valamilyen formába beleszőni, hogy legalább egy részét megválaszoljam a kérdésnek, és hát igyekszem olyan továbbmutató hivatkozásokat, linkeket feltüntetni, ahol az érdeklődők esetleg választ találhatnak a kérdéseikre. Ugye a közösségi oldalakon ez nyilvánosan hozzáférhető, de akkor itt össze tudnánk ebben az interjúban foglalni az eddigi tapasztalatokat. Ugye elsőn kapta meg a vakcinát, utána mi történt? Ugye most a harmadik napon beszélgetünk. Igen, hát szerintem a legfontosabb az, hogy köszönöm szépen, jól vagyok, nincs semmiféle, bármiféle tünetem vagy panaszom. Az első nap egy fájt a vállam, az első éjszaka is többször megébredtem rá, hogy hát ez fáj, picit jobban fáj, mint mondjuk egy átlagos influenzaoltás, de aztán ez elmúlt, nem volt hőemelkedésem, nem volt lázam, ezt leírja a betegtájékoztató, hogy akár ez is lehetett volna, én ilyet nem tapasztaltam, és semmi egyéb olyan furcsa dolog sem történt velem, ami ne lett volna kalkulálható. Jelenleg köszönöm szépen, egészséges vagyok, élem a kis életemet, végzem a munkámat, és hát remélhetőleg fogom még írogatni a 30. napig ezt a naplót. Úgyhogy ez van, termelem a tüskefehérjéket, ami a célja volt ennek az oltásnak, és remélhetőleg az immunválasz be fog indulni a szervezetemben. Ebben a pillanatban ennek még csak az elején vagyunk, ami biztosan van, hogy két nap előnyöm van ahhoz képest, mint hogyha a koronavírus fertőzött volna meg. Úgyhogy ha esetleg ebben a percben, például ezen az interjú során fertőződnék koronavírussal, akkor nekem már van két nap előnyöm. Összességében elmondható, hogy az oltás az mindenkinek ajánlott, tehát a kételyeket azokat el lehet oszlatni mindenkinek a fejében most már? Fogalmazunk úgy, hogy az oltás, hogy valaki kéri az oltást, megadatja magának az oltást, ez mindenkinek az egyéni döntése kell legyen. Tehát erről szól a tájékozott beleegyezés elmélete, hogy mi orvosok tájékoztatunk, elmondjuk az előnyöket, elmondjuk a hátrányokat, elmondjuk az oltás
beadásából fakadó előnyöket, meg az elmaradásából fakadó hátrányokat, és fordítva is az oltás beadásából fakadó hátrányokat, és így tovább. És ezek alapján mindenkinek önmagának kell meghozni azt a döntést, hogy kéri az oltást. Mint magánszemély azt tudom tanácsolni és javasolni, hogy igen, szerintem az oltás előnyei azok messze menőkig meghaladják a koronavírus fertőzésből fakadó rizikókat. Az oltásnak, mint minden invazív orvosi beavatkozásnak lehet mellékhatása, de ezek a mellékhatások eltörpülnek a várható előny mellett. Most az, hogy valakinek van egy kis hőemelkedése, vagy fáj a karja, ez azt gondolom nem összehasonlítható azzal, amit tapasztalok mondjuk egy koronavírus intenzív osztályon, amilyen állapotban sajnos ott a betegek vannak, amivel küzdünk nap mint nap. És hogyha nem csinálunk valamit, akkor ez folytatódni fog. Szóval ehhez képest mindenképpen előnyös az oltás, nem beszélve arról, hogy nem csak egy közegészségügyi válság van jelenleg, hanem szerintem egy kulturális, szociális, gazdasági válság is van, aminek szintén csak akkor lesz vége, hogyha valamilyen módon pontot teszünk erre a küzdelemre. A tapasztalatokról az Orvos Koronás Mesék címmel tavasszal indított Facebook oldalán olvashatnak az érdeklődők. Január első hetében megkezdődhet a háziorvosi praxisokban dolgozók koronavírus elleni beoltása is. Számukra az oltópontot a megyei kórházban jelölték ki. Székesfehérváron is folyik az oltási igények felmérése, és elkezdték az oltások felvételével kapcsolatos helyi eljárásrend kialakítását is. A következő időszakban az egyéb egészségügyi területen dolgozók, védőnők, fogorvosok oltása is elindul, majd az országos oltási rend alapján remélhetőleg őket a szociális intézmények dolgozói, ellátottjai követhetik. Kedves nézőink, a köztérben a koronavírus elleni vakcinákkal foglalkoztunk, amelynek beadása azért is kifejezetten fontos, mert a koronavírus elleni védekezésnek a sikerességét ez jelenti. Köszönjük, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!